aki ésszel csinálja, az, az amellett, hogy egy kis jutalmat is kap, amellett még embereken is tud segíteni. A soproni fiatalember otthon is rendszeres véradó. Ausztriába 3 éve jár vérplazmát adni. Alkalmanként 20 eurót kap ezért. Magyar orvosok, magyar nővérek vannak szolgálatban, és ezt a kint lévő, tehát amikor mi kiutazunk, plusz a benzinpénzt, ezt honorálják nekünk ezzel a díjjal. Sopronhoz legközelebb a Bécsújhelyi központban lehet vérplazmát adni. Egy hónapban legfeljebb 6-szor. Kifejezetten várják a magyar jelentkezőket, míg a véradóállomás honlapjának is van magyar változata. Nagyjából a donorok 80%-a magyar. A Győr-Moson-Sopron megyei vérellátó központban azt mondják, a vérplazmát gyógyszer alapanyagként használják. A megyében évek óta változatlan a véradók száma. Gondolom, hogy nem befolyásolja azt, hogy elmennek Ausztriába plazmát adni. Jelenleg ezt mi még nem vesszük észre. Magyarországon 2 városban lehet vérplazmát adni, Budapesten és Debrecenben. Ezért alkalmanként 1-2 ezer forintot fizetnek.